That's a relief. But they will harvest about 30 bucks. Ebben a rémisztő és szellemes videós sorozatban olyan videókat mutatok be, amelyek akár megjátszottak, vagy akár teljes mértékben valódiak lehet. Vagy akár. Kicsit olyan, mint a rejtélyes igazságos sorozat, biztos sokan emlékeztek rá. Itt is nektek kell eldönteni, hogy melyik videó igaz, és melyik videó hamis. Azzal a különbséggel, hogy itt nincs rossz válasz. De lehetne. És elmondhatnám én is egy-egy videó végén a saját véleményemet, és lehet, hogy egyszer majd csinálunk mi is egy ilyen hasonló sorozatot, de ez most nem az. Döntsétek el inkább ti, hogy még felvételnek hisztek, vagy épp mégnek nem. Szokásomhoz hívem, hát valószínűleg egyiknek se. Most is egy ilyen gyenge kis videóval. Gyenge kis videó, miért? Egy olyan csatornáról származik az első videó, amelyről már talán volt szó egy korábbi videómban, és amely csatorna már több mint 23 ezer feliratkozóval rendelkezik a rajta található paranormális tartalmak miatt. Előjáróban annyit kell tudni erről a csatornáról, hogy Hollandiában készülnek az ide feltöltött anyagok, és Sabia L. azt írja a csatornájának a névjegyébe, hogy idézem, gyakran látok a házamban szellemeket, árnyékokat, és gyakran hallok hangokat is. Sabia L. egyik ilyen videóját, és talán a legérdekesebb videóját nézzük meg a következő percekben. That new house. Oh, I'll see ya. Ez tudja igaz. Nehogy most megint lekapcsolja valaki, vagy felkapcsolja. Először a fényjelenségekkel, majd a lámpa mozgásával, és végül egy sötét árnyék megjelenésével csúcsosodnak ki a történések. Én azt tudom mondani, hogy mindezt élőben egyedül semmi átélni. Ez még gyöngébb. És ami még feltette a pontot az íre, az a jól hallható lépcsőlépés hangok az árnyék megjelenése után. Olyan, mintha Sabia az árnyéktól, az árnyék pedig Sabiától ijedt volna meg. Minden esetre érdekesnek találom, hogy ennél a pillanatnál meglepően hosszan látjuk az árnyékot, és nagyon szépen kivehető az emberi alak. Árnyék formában persze. Ami később ez az alak Sabia reakciójára felszaladt a lépcsőn. Szerintetek egy valós felvételről van szó, vagy csak az egész csatorna a megtévesztésről szól? És Sabia valójában a családjával él ebben a nagy házban, és az ott, az az árnyék, az valójában csak az egyik családtag, csak a színész szerepében. Véleményem szerint a felvételek, a hangulat és a reakciók azok magukért beszélnek. Aha. Most már csak rajtatok a sor, hogy eldöntsétek, hogy mely irányba billenjen az a bizonyos mérleg. Hát
Hát, tehát... Amint igazából az van, hogy tehát bármilyet el lehet adni most már szellemes üzenek. Az alábbi srác Isaiah, aki általában, sőt inkább csak szórakoztató videókat tölt fel a TikTok oldalára. Ezúttal viszont más lesz a helyzet, ugyanis az egyik barátjával túrázni mennek, majd egy furcsa hangra lesznek figyelmesek. Isaiah persze azonnal előkapja a telefonját, és kíváncsian megnézi, hogy mi adhat ki ilyen furcsa, de inkább félelmetes hangot. Persze, nézzük meg. Bro. De só. Dude, please don't go down there. Oh my gosh. Dude, hold on, let me go first. A következő videóban persze a nézők kérdőre vonták Isaiah-t, hogy miért pont a legérdekesebb résznél lett vége a felvételnek, aki azt az érvet hozta fel önmaga a védelmében, hogy ezt a videót Snapchatre készítette, és ott ugye korlátozva van a videók hossza, ami pont ebben a pillanatban járt le. Valamint azt is mondja, hogy ő sem tudja, hogy mit látunk a felvételen, már több barátjának is megmutatta, és mindenki csak azt mondta, hogy biztos csak egy hajléktalan. A következő videóban Isaiah és a haverja visszamennek arra a környékre, hogy valamit látták, és teljesen poénnak veszik az egészet. Viszont a nézők egyike észrevesz valamit az egyik pillanatban, mintha valaki, vagy inkább valami mászkálna a fák között, és őket figyelni. Ráadásul, ami még furcsa, hogy az emberi alak ellenére még a szeme is világít. Még ha az első videó, ez a videó szerkesztés áldozata is lett, a második videó, amit egy néző vett észre, az nem utal arra, hogy ezt a videót Isaiah a nézők szeme elé szerette volna dugni. Ezt az alakot teljesen véletlenül, elég pixelesen rögzítették egy vicces videóban. Ja, teljesen... A helytől, hagyjuk már ezt a teljesen véletlenül, hogy basz meg. Is látszik. Nem tudom, hogy hol, azt se tudom, tűnye, hogy hol világít a szeme. Felhasználót a hiteles történeteivel, ahogy csak akar, vagy tényleg valami olyannak voltunk, vagy vagyunk a szemtanúi, amit még elsőre... Tehát nyilván ez direkt csinálja a Paxel, de... Tényleg csak egy hajléktalan lenne? De akkor miért adott ki ilyen hangot, és miért mesztelen? Miért ilyen vékony, miért ilyen hosszúak a karjai? A döntést rátok bízom. Megnézted a Cockfightert? Na. Nem tudom, de tehát, hogy bárki tud ilyen videót csinálni, főleg, hogyha a gyerek az tényleg TikTokozik be, fővették 600-szor, de még csak annyiszor se kellett, ott valaki futkálozik. Mit gondoltok az esetről? Ennyi. A videót Fabio Lamelik töltötte fel szintén a TikTok profiljára, és mint az látszik, a videót már majdnem 15 millióan látták. 15 millióan? Nagyon sokan vitáznak a videóban látottakról, szóval most ezt a videót most mi is megnézzük, azután pedig beszélünk róla. Miért tartja ott a tésztát ennyi ideig? Mit is látunk? Egy idősebb bácsi ül egy üvegbolt társaságában az asztalnál, a bácsi előtt nincs tányér, viszont mellette már van egy tányér, viszont ott nem ül senki. És ami igazán furcsa, és ami nagyon sokakat megdöbbentett, egy apró kis részlet, hogy a villa az a levegőben maradt. Nem ül senki az asztalnál, hát ez durva. És a kaja is ott van. Nem ül ott senki, de a villa az a levegőben maradt. És ami még dob egyet a felvétel hitelességén, hogy ezt a videót a lakóház másik oldaláról vették észre, mint külső szemlélő. A bácsi nem tudta, hogy ő kamerázza is valaki. Ez a villás eset, ez nem a kamerának szólt.
Ráadásul a bácsi úgy viselkedik... De úgy mondom ezt a feltételezést, tehát ez az eset nem a kamerának szólt. Hát egészen, ez egészen addig igaz, amíg úgy csinálok, mintha. Tehát hogyha most mi megbeszéljük, hogy csináljunk úgy, mintha nem a kamerának szólni, és csak úgy fölveszem az ablakba, akkor nem a... megbeszéljük és megcsináljuk, akkor a kamerának szól, hiába nem a kamerának szól szerinte. Tehát bassz meg, akkor szól a kamerának, amikor annak szól, nem kell az úgy csinálni, vagy nem úgy csinálni, mindegy, ez bassz meg. Nyugodtan kapcsolgatja a csatornákat, mintha ez egy teljesen szokványos dolog lenne. Várom odalent a kommentekben, hogy ti mit gondoltok az esetről, nekem is megvan a saját véleményem. De azt most nem mondja. A döntést, mint mindig, persze, most is rátok bízom. Tamaránka. Az alábbi TikTok felhasználó de ne akar belenem. Olyan videókat tölt fel a TikTok oldalára, amelyeknek valamilyen köze van a mindennapi élethez. Kukoricafőzés, cipőfestés, buli, háziállat, stb. Ha egy ilyen felhasználó számol be valamilyen megmagyarázhatatlanról, akkor a nézők szemében ez sokkal hitelesebb lesz, mert összekötik azt az eddigi tartalmaival. Ezt a videót már 15 millióan látták a TikTokon, és ezt fogjuk most nem is megnézni, mert azt látja a kamerának szól, hogy valaki ül mellette, miközben egyértelmű, és ezt ő is megmutatja, hogy a valóságban nincs mellette senki. Okay, so am I tripping? Or okay, so the noise is my turtle. And I'm home alone, right? No, igen, látjuk, senki nincs itt persze. But... The reflection shows... Like, that's me. Igen, és? Most akkor ne vásd át a kamerát, hanem fordítsd meg így. Olyan, mintha egy fekete hajú lány... Tehát ez nem fog megtörténni. Én, legalábbis ez látszik a tévé képernyőjének a tükröződésében. Hát az előlapiról átváltotta a hátlapi kamerára, tehát igazából bárki ülhet mellette. A fényjáték, hát én azonnal kizárnám. De vagy mit, két szórakozásból készült mit, felvétel. Mit kell kizárni Paxtil a fényjátékot, ember? Hát megváltotta a kamerát, bazd meg, hát addig ott ülhet Merkő mellette. Milyen fényjáték? Van az orrunk előtt. Ez esetben én kivételesen tudom a megoldást, és ha a videó apró részleteit megfigyelitek lassításban is, akkor ti is rájöhettek a turpisságra. Lassításból. And I'm home alone, right? A TikTokon, és ezt fogjuk most mi is megnézni, mert azt állítja a képlátható hölgy, hogy valaki ül mellette, miközben egyértelmű, és ezt ő is megmutatja, hogy a valóságban nincs mellette senki. Okay, so am I tripping? Or okay, so the noise. Amúgy nincs kedve menni energiát belefektetni abba, hogy a videó alapján megnézzük, hogy mi történt. I'm home alone, right? But...
persze, tehát ott kezdődik amúgy, hogy tehát, the noise. Itt ezen az oldalon csak ennyit látunk, tehát itt amúgy bárki lehet. A papucsot azt én is láttam, de ott is volt vágás, tehát igazából teljesen mindegy amúgy, mert meg tehát teljesen mindegy, mert hogyha átváltja a kamerát, akkor addig bárki ide ühetett, meg amikor átváltja a kamerát, igazából egy teljesen másik videó is lehet. Itt ezt a részt nem látjuk, utána visszamegy a kamera az arcára, itt ezt a részt nem látjuk, visszamegy az arcára, senki nincs itthon, elfordítja a másik irányba, addig most már odaüt valaki mellé, már nem látjuk, most már odaüt mellé, megváltja és ennyi. Ez aztán óriási nagy dolog, ez fényjáték, meg mit tudom, Paxel kizárja a fényjátékot, meg a faszomat. Vagy csak egy szórakozásból készült felvétel van az orrunk előtt. Ez esetben én kivételesen tudom a megoldást, és ha a videó apró részleteit megfigyelitek, lassításban is... Az meg a másik, hogy amúgy le is lehetett volna a hajóval. Tisztra jöttek a turpisságra. Am I tripping? Or... Okay, so... The noise... Látszott valahol amúgy a... Ja, ez most a fejlet, de nem. Nézzük szemében, ez sokkal hitelesebb lesz, mert megpróbál látták a TikTokon. És ezt fogjuk most mi is megnézni, mert aztán látja a képlátható hölgy. Ott volt a kutya előtt. Ül mellette a TikTokon, és ezt fogjuk most mi is megnézni, mert aztán talmaival. Ezt a videót már 15 millióan látták a TikTokon. Jó, mindez arok rá. Lassításban is. Akkor... Ja, ugye megmutatta. A fényjáték, hát én hajú lány ülne a kanapén, legalábbis ez látszik a TV képernyőjének a tükröződésében. Szerintetek valami természetfelettit látunk? A fényjáték, hát én azonnal kizárnám. Vagy csak egy szórakozásból készült felvétel van az orrunk előtt. Ez esetben én kivételesen tudom a megoldást, és ha a videó apró részleteit megfigyelitek, lassításban is, akkor ti is rájöhettek a turpisságra. Amúgy ilyen egyszerű videókat kell csinálni, látod néha. Csinálsz ezért, csinálsz egy ilyet, azt... Ez bejött. Ezzel a videóval a Redditen futottam össze, és csak annyit fűzött hozzá a feltöltő, hogy arcsütés. Ezt nem tudom, hogy néztek 15 millió. Na várja, valaki biztos. Nagyon kell a leleplezős videó. Na jó. Csak szerint a fickót, az előkészítő szakácsot megszállja. Marvel fika. És tényleg van egy ilyen nyomasztó hangulata is a felvételnek, és néha-néha belevágok majd, mert egy elég hosszú videóról van szó, vannak benne unalmas részek, valamint a durva részeket, azokat muszáj kicenzúrázni. Ja, tudod, ez a Paxelám Dévcsó, látod? De hogyha szeretnétek, akkor a Redditen cenzúra nélkül is megtekinthető vágatlanul. Hát így idegesítő, hogy kupakszom. De aztán meg hát kétszer annyian nézik meg mind a két videót. Oh
Már ebből rámondanám azt, hogy ez valami izé videó, ez valami... Nem is tudom. Megjátszott felvétel. Sajnálom, hogy csak homályosítással tudtam megmutatni ezt a felvételt, de szerintem sejtitek. Nagyon jól sejtitek, hát hogy adott pillanatban mi történt. Én nem. Ez valóban az elejét, ez egy elég nyomasztó felvétel. Megcsípte a pöcsét? És számtalan ilyen felvételt találunk már az interneten. És most azt kellene eldönteni nektek, hogy vajon hol találhatóak meg hasonló felvételek. A filmes fikció oldalon, vagy a megtörtént tragédiák oldalán? A válasz a tiétek. Jay Malilo személyében valószínűleg egy egészségügyi dolgozót köszönhetünk, eddig összesen 4 videója van a TikTokon, és ezek közül, e 4 videó közül az egyik nagyon érdekes. És már több mint 2 millióan látták. Nagyon jól csináltam parszer ezeket a videókat. Ez nem az az első videóra is rögzített furcsa eset, hisz történtek így, már hasonló megmagyarázhatatlan dolgok. Én nyilván úgy vagyok vele, hogy ezek hagyjál már a hülyeségeit, de parszer. De ő meg eladja a konyhájában történik valami nagyon rémisztő. Most mit, hogy mondjam, a hülyéknek? Kíváncsi vagyok, hát, bocsánat. Ki? Azok megnézik, igen, parszer, jó, de ez kemény volt ez a videó, nagyon beleéltem magam, lehetne lelepezős videó. Na, ez szépen kész, kösz, kösz, kösz a 31 millió. Send me the video when you come. Oh, I'm gonna. The best is when another one comes over. It's like it didn't want to see the front of it, you know? So it funded it so that he didn't have to look at it no more, whoever's in their room. Azért ezek a mosó vagy szárítógépek nem olyan könnyűek ám, hogy csak így... Nem olyan könnyűek ám. Egyszerre megfordul. Hát mondjuk a szárítógép az nem is olyan nehéz. Ezt a szárítógép az még könnyebb is, nem? Look how that one just came out. How'd it come out like that? That was pushed out. I don't care what nobody says. You can tell me whatever you want. Me too. I can't wait to show everybody. Look, here, wait. Where's Keith? Show him the thing. Look, here, look. Look at this. Look. No way. Szedjük össze az eddig látottakat. Szóval egy kórházban vagyunk, egy mosókonyhában. Igazad van, nem feltétlenül könnyen, de úgy nagy általánosságban azt mondaná az ember, szerintem, hogy szárítógép könnyen, mint a mosógép. Nem igazán férne be még egy ember. Hisz ahhoz, hogy a fal bemélyedése már túl kicsi. Ráadásul ezt, amit most is látunk, egy ember így, ilyen gyorsan szinte képtelen lenne megmozgatni. Szinte hihetetlen, amit ezen a felvételen látunk. És tényleg nagyon kíváncsi vagyok a ti magyarázataitokra. Persze. A másik meg az, hogy most... A kórház személyzete szórakozott. A másik meg az, hogy azt se tudjuk, mik ezek amúgy. Mármint ránézésre az, amit mondanak. De hát lehet ez bármilyen izé, ami kívülről így néz ki. Lehet üres az egész, nem látunk semmit. Az is lehet, hogy ez, ahogy Dank mondta, ugye hungarocellből van. Vagy egy elhunyt beteg. Vagy mit tudom én. Hovoló szelleme szivatja a dolgozókat. A videó hitelességének kérdése a szemünk előtt van, és tudom, hogy kissé nehéz megtalálni a megoldást, viszont korán sem lehetetlen. Na, Paxter ezt is lefülelte. De nem köti az orrunkra, viszont volt valaki, ahogy hallottam a kommentbe, aki megfejtette. Mégse fejtette meg, ez inkább adjuk is.
Tehát ezt még csak parának sem mondanám. Ezek inkább kamu para videók. A következő videó, amit szintén a Redditen találtam, most ez egy mi? Biztonsági kamera felvételét ábrázolja. Azt írja a kedves posztoló, hogy úgy néz ki, mint az a bizonyos rék, de neki abszolút fogalma sincs, hogy mi a franc lehet ez. Először talán azt hihetjük, hogy egy törpe termetű fickót látunk, aki csak szórakozásból vandálkodik egyet az éjszaka közepén. De a járása egyáltalán nem hasonlít egy emberéhez, ráadásul még az arca sem hétköznapi. Ha tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy egy beteg törpenővésűt látunk, akinek tényleg olyan, mintha teljesen normális lenne ez a mozgás. És hogyha már itt járunk, most jut eszembe, hogy nemrég kaptam egy videót az Instámon privátban, és ha most nem, akkor máskor nem tudom bemutatni. Egy videó link, először olyan, mintha megbotlana a fickó, de többszöri visszanézésre olyan, mintha neki ez a mozgás lenne a természetes. Ez elsőre se tűnt. Ki írja ezt ehhez a videóhoz, hogy olyan, mintha tényleg megbotlana. Olyan, mintha teljesen normális lenne. Nemrég kaptam egy videót az Instámon privátban. Nem, ez a videó, ez nem olyan, mint hogyha, nem olyan, mint hogyha megbotlana. Nem botlik meg így, nem botlik meg. És ha most nem, akkor máskor nem tudom bemutatni. Egy videó link, először olyan, mint hogy... Nem, szándékosan a két kezére ugrik, és így közlekedik. Mert valószínűleg gyakorolta, hogy majd ezt megcsinálja. Ha megbotlana a fickó... Ha ezt látnám, akkor ezt mondanám. Nem azt, hogy megbotlott, és akkor utána meg izé. De többszöri visszanézésre... Olyan, mintha neki ez a mozgás lenne a természetes. De ezt Paxelnek full komolyan küldték, ahogy legalábbis úgy jött le. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha van rá igény, akkor tényleg csináltunk egy olyan sorozatot is, amelyben ezeket a videókat leleplezzük, vagy épp igaznak tituláljuk, de ezt majd eldöntitek. Jaj, basszus, etetem a gyíkokat. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. A következő videóban találkozunk. Mindenkinek további szép napot. De inkább egyébként kívánok. Napot. De azért már láttunk mindent, nem? A szellemvadászból láttunk? Sziasztok gyerekek, ez szerintem nagyon érdekes videó lesz, ugyanis mi ez basznek ez? Még talán nyáron kaptam egy szülest, hogy jöjjek el be a házba. Én akkor nem volt időm, vagy nem tudom, hogy elkerült a figyelmemet, és most úgysmét megkaptam több visszajelzés alapján is, hogy te látogassak el ebbe a házba, ahol jelenleg is vagyunk. Itt van mellettem egyébként a medencéje. Információim szerint a házban egy mafiózó család élt. A szimuláció ezerszer érdekesebb, mint az, hogy bármire rámondasz, hogy ez a felesége. Nem és elmondások én. Szerint ebben a házban megölte a az egyik az egy érdekesség, a másik meg fasság. Pár saroknyéből páházzal odé fel is akasztotta magát, és meg is halt. Öt embert kérdeztem meg erről a házról. Ketten azt mondták, hogy itt nem történt semmi úgymond gyilkosság, és hogy nem tudnak semmi információt erről a házról, csak annyi, hogy meghalt itt egy bácsi, és a tulajdon vett házat, nem, és itt hagyta, és nem. Amit szétlopkodtak. Mármint nem azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy... Itt, úgymond. A három információm szerint pedig... Nem azt mondom, hogy nem fasság, ismerőseim, de ismerőseim, azon el lehet gondolkodni. A házat, és nagyon rossz érzés fogta el őket, hideg, reszketés... Meg van alapja, tudományos szóval alapja is. Volt. Azt mondták, hogy ők nem is akarnak soha többé visszajönni, állítólag van itt egy pince is, azt mondták nekem, és hogy onnan hulla szag jön fel a pincéből, és nagyon büdös szag jön ki. Nem tudom, hogy minek higgyek, vagy hogy minek nem, majd a videó nem láttuk, majd meglátjuk, hogy ebből mi is igaz. Ha de miközben modernkor összeesküvésének annak, hogy
tudományosan megállapítható, hogy ha létrehozható egy szimuláció, akkor benne van, hogy a mi világunk is egy szimuláció. Tehát ez nem kell összeesküdni meg semmi. Most, hogyha valaki elhiszi, és mondjuk úgy terjeszti, akkor az lehet az. De az, hogy ezt tudományosan... Hogy mondod ezt? Egy teória, egy tudományos teória, az sokkal érdekesebb, mint az, hogy valaki a két kezével, két kezére ugrálva fut. És azt mondják rá, hogy emeletes egyébként. Hogy nem tudom. Túlcse látjátok, mert nagyon be van nőve, és van egy garázs része is, ami ugyanúgy emeletes, oda is majd elmegyünk, szóval szerintem nagyon érdekes lesz. Ilyen házban még egyébként nem voltam, ami például medence is van, szóval... Szóval nem egy olyan házról van szó, ami úgy nagyon el lett hagyva, szóval valamit biztos történt, hogy ezt így magára hagyták. Ennyit szerettem volna elmondani, és akkor menjünk és járjuk körben, nézzük szét a helyet. Ez nagyon jól nézhetett ki. Az egyik az, hogy nézzünk egy videót, és bármit mondhatsz megé, a másik meg egy teória. Rossz helyre jövünk, mert olyan jó állapotban tűnt ki annan az aminek ablakról. Van alapja. Utána láttuk, hogy az ablakokban vannak törnek, stb. Szóval tudtuk, hogy ide kell jönni. Itt emelet is van, nem tudom, hogy sikerül-e majd felmennünk az emeletre. Nézzük meg ezt a medencét. Halkan kell ezt nagyon járkálnunk, mert itt a szomszédok is itt vannak. Mutassuk meg a medencét, Ricsi, hogyha be tudsz oda menni. És mi lesz, halkan kell járkálni, mert a szomszédok meghallják. A gyerekek, ez a medence. Több méteres medence. El tudom képzelni, amúgy, hogy itt fürdök benne. Nagyon szép. De nem is az, hogy én most nem is arról beszélek, hogy elhinni kell, vagy nem. Mert elhinni el lehet. Meg el is lehet képzelni. Egyiket se kell hinni, mert mint azt, amit mondjuk tudományosan alá lehet támasztani bizonyos teóriákkal, de nem tudjuk bebizonyítani, azt is el lehet hinni, meg ugyanúgy nem kell elhinni. De itt, amikor például a csajról is láttuk, hogy ott hirtelen ott lesz mehetne valaki, és megtudjuk, tehát épp érvekkel, vagy tehát ész érvekkel meg tudjuk mondani, hogy hogy csinálták, szuper egyszerűen, hogy a másikat, hogy az mondjuk elég sokféleképpen meg lehet csinálni, és hogy nagyon nagy valószínűsége kamu, az nem ugyanaz, mint az, hogy na mindegy is, köszi JJ, 37 millió. Még eszembe jutott még egy történet, amit elmondtak nekem, hogy egyszer egy lány itt véletlenül betévedt, kicsit be volt rúgva, de nem annyira, hogy nagyon, egy kicsit be volt rúgva, és bejött, és olyan furcsa dolgot érzett, felvett egy képet a földről, és mikor hazament, állítólag azt a szót írta le magának egy papírra, hogy béke és nyugalom. Ebből arra tudtak következtetni ők, hogy az, aki itt van, megmaradt lélek, az a békét és a nyugalmat szeretné. Nem tudom, én belegondolva, hogyha elmennék egy ilyen helyre, úgyhogy megnézem, remélhetően nem történik semmi. Remélhetőleg. Ha történik is valami, ez nagyon feelinges itt ez a... Remélhetőleg nem durva. Ha történik is valami, figyelj. Valószínűleg így is úgy is föl tud tenni az ember, hogyha ezért megy oda. Nem tudom, hogy ezt ki lehet. De, hogyha olyan dolog történne, mondtul a pénze. Ami olyan, tehát ami tényleg olyan dolog, hát akkor utána basz meg, biztos, hogy nem sejárnád ezt még egyszer, szerintem. Mikor, hát eléggé veszélyes, nincs ott lépcsőfokok. Nagyon feelinges gyerekek ez a ház, itt nagyon szép lehetett. Muszáljunk a fényeket kicsit lejjebb. Jó, de tegyük fel, hogy tényleg történik valami. Még itt vagyunk addig. Tegyük fel, hogy tényleg olyan dolog történik, amit utána elkezdesz, el is hiszel egy csomó mindent. Szállt a lépcső. Nem akarom kitörni a lábát. Tényleg. Ez tart. Hát azután az meg. Csonyi korog, mint a kurva élet. Azt röjget. Inkább nem akarná semmi ilyet, nem? Ne. Fasznak kellett még a deszkát is lelopni. Látja. Nincs itt semmilyen lépcsőfok. Már nem tudom, amiben kapaszkodni. A tériszonyos vagy, vagy mi a fog? Igen, tériszonyos vagyok. Ja. Erre, menjünk ki az erkélyre, gyere. De büdös van. Büdös van? Kicsit olyan dögszag van amúgy. Mit érzel, Ricsi? Hát amikor jöttem itt kifele, akkor így megcsapott a ilyen büdös. Ilyen büdös. Ricsi. Láttad? Látom, nem tudom, most is van. Azt a
Kapcsolom vissza a fényt. Gyere be. Kapcsold le, kapcsold le. Lehet ott a kutyú. Meglátott a kutyú. Gyerekek, látjátok? Szia. Oni. Csókolom. Nem rossz szándékból vagyunk itt. Csak segíteni szeretnénk. És... van a kezembe egy szerkezet. Nem a kamera, hanem a másik. Ahhoz, hogyha közelebb jön, igen, akkor tud velünk kommunikálni. Veszteg, a szellem meg... tényleg... el tudom képzelni a szellemet, a szellem meg... baszd meg... ezt a barmot. Jöjjön hozzám közelebb, legyen szíves. Nem rossz szándékból vagyunk itt, csak segíteni szeretnénk önnek. Szia, Alma! Szerintem beléged láttalak téged. Itt van. Itt van valahol. Tudni kell, gyerekek, hogy a felvétele, vagyis akkor... 345 órán. Az repülőüzemmódban van mind a kettő. Azért, hogy a felvételt, hogy a két mikrofont tudjuk rögzíteni. És hogy nehogy valami hívást kapjunk. Így nem tudunk majd önnel beszélgetni, segíteni szeretnénk. De csak úgy tudunk, hogyha egyszer közelebb jön a szerkezethez, egyszer pedig távolabb. Szóval most jöjjön közelebb, legyen szíves. Így tudja jelezni, hogy itt van, hogyha közelebb jön. Az a szerkezet méri önt. Méri az ön hullámait. Ott van még mindig, ugyanott. Érzel valamit amúgy? Én nem. Aksza, aha. Kezdem ennek is ideget, de hát az a szél is lehet. Ja, hát. Én is a szélet érzem. Mivel itt van az ablak, ugye? Ja. De egyébként fura, mert ilyen... folyamatosan úgy az igazság. Most rám ez az izé az... az rám hozta a parátor, ez a lépcsőn feljövetel. Ja, értem. Hát ez folyamatosan itt van amúgy. Nem tudom, hogy hol erősebb. Nem annyira erős ez már ez a jel, látod? Már csak hármasig. Na, látom. Itt erős. Lehet itt ül a széken. Itt van egy szék? Hát ott egy kanapé. Ott egy kanapé, már lehozai közel. Ez már mint fotel. Az éjjel látod, hogy bent van. Ott be van. Ja. Szerintem valahogy itt ül. Segíteni szeretnénk önnek. Nem rossz szándékból vagyunk itt. Csupán segíteni szeretnénk. Gyerekek, folyamatosan világít. Nem tudom, hogy mennyire legit az eszköz. És nem mi vagyunk. Azt sem tudom, hogy mennyire legit valójában egy valódi ilyen eszköz. Mondja. És azt sem tudom, hogy hogy működik. Nincs, hát látjátok, hogy itt most semmi, csak egy fotel van. Jó? Én nem tudom. Csak itt. Nem is értem. Meg tudja valamelyikünket érinteni? Tud valamilyen jelet adni nekünk, hogy itt van? Akár fogjon meg valamelyikünket, vagy dobjon le valamit, vagy adjon valami hangot. Jó, megpróbálok kicsit odébb menni. Kapcsoljon fel a fényt. Csak a bácsinak a szemben van itt amúgy? Hát ezt szeretném megtudni. Hú, már sötét, már úgy hozzászokott a szememhez. Itt a gyerekek nem világít. Idébb jövök. De hogyha itt is fog... én nem tudom. Nem vagyok szellemész, de nem is akarok az lenni. Jó, van meg. Téged nézlek. Én vedd le a fényt, amikor ilyen van. Na milyen? Autók jönnek, meg ilyenek, meg kintről látszik. Bocs. Most ugye látja, hogy világít a kezemben lévő szerkezet. Ez önt jelzi. De várjál, most eszembe jutott a másik videóról. Tehát, aki szellem lesz, annak nem szívták ki a lelkét a gyíkok? Az azt jelenti, hogy azok, akik szellemek, azok jól érezték magukat, és csak jól viselkedtek? Mert ugye nekik nem voltak negatív érzelmeik. Szeretnék önnek feltenni pár kérdést. De én nem tudom megtudni majd a válaszát, hogyha folyamatosan itt van mellettem. Szóval kérem szépen, kicsit távolodjon el tőlem, hogy ne jelezzen az a szerkezet, ami a kezemben van.
mert ő ez önt érzékel. Ki van itt? Ez önnek a hullámai. Szépen Panni, a 60, 6 ez. Ilyen se volt, hogy folyamatosan így világítson a K2. Jaj, köszi. Folyamatosan. A K2. Olyan házban, már nincs elektromos hálózatra kötve. Világítok, hogy látsa. Itt van, előttem jön. Jön velünk. Szerintem olyan, mint hogyha vezetne a házban. Jó, a házvezető. Itt is egy fotel. Menjünk tovább. Ez egy nagyon nagy ház. Itt már sok tavatta is van. Ó, de szép. Ez egy gyerekszoba volt. Lassan, lassan. Na, mit tegyünk fel? Gyerekek, megint világított. Megint világított. Szóval jön velünk a bácsi. Hogyha bácsi, az sem biztos. Jó, hát ezt nem tudjuk, Breezewalk. Lehet, hogy a szellemnek érted olyan a ház, mint esetleg normális lenne. És nem felnőttiesen próbálok beszélni. Itt van, most nem fókuszálsz. Egy folyamatosan. Folyamatosan itt is. Jön velünk. Egy kicsit, hogyha gyorsabban megyek, olyan, mintha lehagynám, és nem érne utol. Na, itt vagy velünk? Szia! Két fiatal srác vagyunk, nem rossz szándékból jöttünk ide, nem bántani szeretnénk, és hamarosan elmegyünk. Van a kezemben egy ilyen szerkezet, ilyen fekete, és világítanak rajta egy... Most épp a narancssárgáig világít. Arra szeretnélek kérni, hogy válaszolj nekünk pár kérdésre. Ezt úgy tudod megtenni... Letegezte a szellemet? Közelebb jössz ez a szerkezethez, és jobban megvilágítod. Egy kicsit távolabb mennél, légy szíves, a kezemben található szerkezettől? Kérlek szépen. Azt nagyon megköszönném, ha egy kicsit távolabb mennél tőlem. Úgyhogy ne világítson ez a kezemben. Most egy kicsit távolabb mennél, légy szíves. Hallod, mindig velem szemben áll. Velem szemben áll folyamatosan. Most ezt is hallja, azt vágott Paxa, hogy itt most nem. Ezt is halljám, amit mondasz. Nem úgy van, hogy bemondod, hogy csak neki beszélsz, és akkor ő, és akkor neki beszélsz, nem? Vagy valamit megmozdítani, hogyha képes vagy rá. Hallottad? Ez kintről jön. Nem. Mint ha rálépett volna valaki arra. Várjál, elmegyek innen. És megpróbálni nézem, hogy jön-e utánunk. Itt már nem világít, gyerekek. Csak simán lehet, hogy meg van csinálva, ahogy ő nyomja, úgy világít. Nem tudom, hogy a szellemnek van-e magassági szintje, de kb. Olyan magas, mint én. Ja. Hát ez már sok. Magszál kiverte a szellemnek. Valahol itt állhat. Akkor azért lehetett nem a másik videón, amikor ott nézték, ugye ez a másik videó, és akkor ott igazából Paxelnek mondta a szellem, hogy szobd le az öreget, nem? Emlékeztek arra? Ott a csatornából jött ki a hang, és azt Paxel nézte, és lehet, hogy ott üzentek vissza a Paxelnek. Ahol bejöttünk köbben. Kijöttünk egy ilyen teraszféleségre. Ott áll Ricsi a kamerával. Nincs semmi. Jó. Itt van velünk. Megint velem szemben áll, gyerekek. Ezt nem hiszem el. Nézzétek meg, pont amerre állok. Ezt nem hiszem el. Nem tudom, Krisz. Ilyen nem, még nem volt dolgom, hogy folyamatosan világítson. Itt van. Ilyen nem, még nem volt dolga. Arra. Itt nincs semmi. Előttem van. Előttem áll. Pontosan amerre áll a lábam. A hát, igen. Valami képet keresni? Itt egy könyv, Ricsi. És csak meg ezt a könyvet. Nincsen belírva az elére név? Az elére... A láger. Nevezni a könyvet, amikor kinyitol a lapot. Szokták nevezni a könyvet, hogy valakinek szeretettel. Itt nincs semmi. Másik, még a másik oldalán. Itt egy kép, gyerekek, itt egy kép.
itt egy kép egy bácsiról és egy néniről. Kassa. De jó, az indiaiaknak a tényleg így van. Az indiaiak leszálltak a hódra, azt azért a városba az meg levegőt nem kapnak, annyian vannak. Itt is van egy bácsi, ugyanaz szerintem. Jó, szépen kapta a 42 milliót. 42 évszázad, 42 mindenre válasz. És megint hol, amerre állok? Itt eltűnik, ilyen lehetetlen. Ez lehetetlen, gyerekek. Ez ilyen lehetetlen. Eltűnik a jel. Ide fordulok elé, amer állok, itt van. Na Ricsi, mit szólsz ez? Most komolyan, mert te tudom, hogy szkeptikus. Ami nem deportálják őket Afrikába. Mindig látom a fényt világítani, de nem válaszol nekünk, szóval. Csak annyit tudom. Ott van egy csomó hely, nem? És nem akar velünk beszélni. Az északi sarkon is van, az éli sarkon is van egy csomó hely. Sőt, Ausztráliában mennyi hely van. Nem tudom. Annyit tudok mondani, hogy... Ausztráliában nagyon sok hely van, nem? Akkor hihetőbb lenne, hogy létezik. Na, attól, hogy most itt van egy állandó elektromágneses... De Ausztráliát azt annyira nem tudják elrontani. Velem szemben, érted? Jó, de hát mindenhol volt, mint hogyha csak egy helyen lett volna. Ez olyan, mint hogyha próbálna velem beszélni, és velem szemben áll ott a kép, megnézni. Vesznek, akkor innentől kezdve nem lesz reinkarnáció. Szólnosütés. Itt van, állítólag valami itt van, gyerekek, de... Ez nem tudatos, az a baj. Egyetlen baj ezzel a jelzéssel, hogy nem tudatos. Egyetlen tudatos az, ami az, hogy akkor folyamatosan, hogyha velem szemben van. Egyetlen tudatosság az az. A többi mind lehet véletlen is csupán. Nem akarok belebagyázni ebbe semmit. Mondjuk ez a, amint ezt nem tudom mennyire volt komoly, hogy ezért sürgetik az űrprogramot, az a baj, és mi a terv ti, hogy majd az holdra küldik az indiaiakat? Van. Hát ott fognak élni, mert nem férnek el. De most még kicsit sem. Jobbra fordulok, semmi. Balra fordulok, így van a lábam, semmi. Előre fordulok, itt van. Ezt nem hiszem el. Ez egyetlen tudatosság benne. Velem szemben van. Itt nincs. Ott, ahol az előbb mutatott gyerekek, ez ilyen nincs, ez ilyen nincs. Elém jött. Elé jött? Balra, ja. Elém jött. Ezt nem hiszem el. Szépen mozog. Tényleg ilyet még nem láttam, hogy próbál velem szemben állni. Pont velem szemben. Pont velem szemben. Hányá? Próbáljuk meg azt, hogy lemegyünk egy szinten lejjebb. Ott mi volt? A pince. Egy pince volt alattunk pontosan. Na. Menjünk le a pincébe? Menjünk le a pincébe. Mindig pont Paxel szemben áll. Ez hihetetlen. Már világítsa, nem látok semmit. Lefelé könnyebb jönni. Ja, mondjuk. Csak majd ne csúszza. Na mondjál nekem ilyeneket, jó? Most jön az a rész. Lemegyünk a pincébe, lejöttem ezen a szép lépcsőn, és lemegyünk a pincébe, amiből állítólag bűszag jön fel, de az is lehet, hogy a víz ugye oda megy le, beházik a ház, és a víz oda megy le, és olyan bűrös szagot áraszt, ugye. Hát megnézzük. Minden horrorfilmben a pincébe van a... Nem érzek még semmit. Majd, hogyha ide lejössz, lépj a lépcsőt. Érzed, Ricsi? Ja, de ez nem tök szag. Ez mi? Ez inkább ilyen állott szag. Gyere. Érzed, Ricsi? Na, erre K2-zök. Semmi. Itt semmi jel. Majd maradja úgy Paxel, majd elérj. Szag van amúgy. Én nem... Ez nem rossz szag. Hát de ez nem is dög szag, hát a döglöti szagot hát már ismerem. Igen, ez nem... Már ismeri. Hát büdös van, büdös. De nem dög szag. Állj csak ide. Érzed? Nem tudom, hogy ebből jön. Jaj, Laci, azt úgy csinálod. Mi? Laci? Paxel neve Laci. Mire voltunk?
Itt nem voltunk. Ezt a képet láttam volna. Na ne, Jézus, is ott van. 1971. június 9-e. Amúgy gyerekek, az van, hogy megyünk át a garázsba, aminek ugyanúgy van padlás része. Milyen furcsa. Vedd fel a fényt, mutassuk meg. Szép. Ram. Legalább van normális lépcső. Legalább. Ahogy láthatjátok, feljöttünk ide a garázsnak a tetejére. Úgymond itt is lakott valaki, mert itt van hátunk mögött a fürdőszoba. Nézzétek, hogy mennyi irat, meg minden valami van itt. Ez nem úgy egész jó kis idő. Az, aki elköltözött innen, valami biztos történt. Mindent hátrahagyott, és úgymond az emberek, akik ugye ezt szétrombolták, azok széttarmolták az egészet, és az egyetlen, ami nem kellett nekik, ugye az úgy, igen. Az iratok a bútorokból, szóval az látszik, hogy itt mindent hátrahagytak. A gyerekek, itt van mögöttem az a ház, ugye? Nem láthatjátok, de mindegy. Pár perc múlva megy a vonatunk, és nem messze van itt a vasútállomás, és később már csak 2 óra múlva jön. Terici, mit mondasz? Hát izgalmas volt szerintem, de még mindig... Szkeptikus vagy mi mindig? Ja, mi mindig, mert szerintem... Egyébként ez nem is volt olyan nagy... Úgymond, mert ugye nem volt tudatosak a, nem voltak tudatosak a válaszok. Amerre fordultam, mindig elém állt folyamatosan, mint a szembe akartod volna velem nézni. Nem látok a kommunikációt. Én nem tudom. Mármint elhiszem ezt a videót. Na, mivel ugye idősebb volt a bácsi, ezért nem tudhatta azt, hogy hogy kell. Már azt a részét, hogy még jelent is az eszköz, bármit is mutasson. Hogy jöjjön hozzám közelebb, és ő megkérdezte volna magát, hogy miért menjek hozzám közelebb, érted? Most. Nem értette azt, én próbáltam neki szépen elmagyarázni, de lehet, hogy azt sem érti azt, hogy mi az a LED fény, vagy próbáltam azt mondani, hogy fényekhez. Jó, de hát, hogyha most meg az a bácsi, akkor benne van a korban, hogy milyen... Benne van a korban. Megérted, hogyha idősebb, láttad. Ez, hogyha idősebb, akkor is már benne volt a technológiában, nem? Hogy tudja, mi az a LED, meg ilyenek. Nagyon furi volt, gyerekek, nem tudom, hogy... Hogy ti mit gondoltuk erről, írjátok le, biztos benne lesz, volt a szellem a technológiában. Választod rá azokra a kérdésekre, amikre én nem tudtam. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ebbe a mai esti videóba. Tartsátok meg szokásaitokat, nézzétek tovább is Paxa videókat. Puszi nektek, kincseim, és sziasztok! Igen. A vonatra! Említed a videóban, hogy több témában nem szólam. Igen, miket mondott Paxa régen? Volt ilyen egy temetőben. Na gyerekek, az van, hogy kijöttünk a temetőbe, ugye már meglett a 15 000 feliratkozó is, hát ilyen külön kiadás című dolog. 10 méter itt van mellettünk már a temető bejárata, úgyhogy írtózatosan be vagyok szarva, itt valami hangot is hallottam itt az előbb. És állítólag őrök is vannak, úgyhogy menjünk a temetőbe. Jól néz ki a seggem? Na azért, jó. Paxel is kezdte valahol. Hú, meg éjfélkor én még soha nem voltam temetőbe, gyerekek. 23:11 perc van, gyerekek. És mi a temetőbe járkálunk 15 000 feliratkozó alkalmából, úgyhogy... beszarok. Furcsi, én hazamegyek. Gyerekek, ez a temető. És hogyha rálépek valami embernek, ahol... Azért még egy kicsit komolytalan volt, nem? Itt nagyon úgy tűnik, hogy egy kicsit komolytalan volt. Furcsi. Jó, sorry man. Sorry man. Kérdeztem édesdrága nagyanyámtól, van-e itt, ebben a temetőben valami olyan ember, aki ilyen sorozatgyilkos, hogy meglátogatnám a sírját. Hát amúgy van, de nem fogunk oda elmenni, mert nem szeretném
Nem szeretném azért. Ami most nem vagyok annyira beszarva, már nem azért, lehet, hogy el fogom szólni, de hogy így megyek előre. Hát az így, gyertek szel. Láttatok ki? Én azt a piros cuccot így nem láttam odáig, már nem azért. De látom. Láttad? Nem. Én nem. Menjél már. Látom azt a piros cuccot. Lehet, hát én is látom, csak eddig nem láttam, Ricsi, az a baj. Ja. Lehet, hogy evel csalogat oda téged, hogy... Mi a f***? Mi van veled ilyenkor? Evel csalogat ide. Uh-huh. Majd oda menjél és megcsodálj, utána meg elkap. Hallod? Micsodát? Hallottam ilyen húfogást. Én is hallottam ilyen hú, hú. Most. Hú? Én hallom, geci. Hú, hú. Ricsi, hazamegyünk, Ricsi. Megölelhetlek, megölelhetlek, Ricsi. Ez mi a faszom? Meg én is beszarok, geci, mi van ottan? Nem látod így a... Hát amúgy inkább, még, inkább mint eléggé pakszál, mint a bármilyen más üzé. Ricsi, mi van? Nem valami macska. Jó, menjél már előre. Anyám. Esküszöm, hát... Ricsi, de azért hátra is néz. Hát Ricsi, ne hülyeskedj velem, hát én hogy tudok hátra nézni? Ez a kurva fogás, én úgy beszartam amúgy, és a szívem dobog. Azt hittem ő valaki itt meg a... Hol? Hú, oda néztem és azt hittem, hogy valakinek ja, az ott a feje meg a kurva élet. Ne basszál, de fél. Hátomon a szőr felá. Még mindig hallom. Megkeressük. Egyre hangosabb. Megkeressük azt a hangot, ahol, azt a forrást, ahol hallatszódik ez a hang. Hát ilyen, de gondolom bementek ilyen, valahogy. Kurvára, hogy nem is bagolj, bazd meg. Jaj, geci. Még mindig hallom. Én is, de ez nem a temetőből jön. Hát nekem mindegy, hogy kiment a temetőből valaki. Mi? Mi? De ez nem is bagoly, vagy galamb, hanem valami hú. De valaki, nem tudom. Azt mondja, hogy milyen lenne, geci, elkapnál, akkor szélve elásnának itt valami sírba, geci. Miért beszélsz ilyenekről, hogy ilyenkor? Hát, mert temetőben vagyunk. 3 óra 18 perckor. Gyere, még visszamegyünk a temetőbe. Halottas házba be lehet menni? Nem lehet bemenni, de... Aki a faszos jár ilyet, hogy ott hallottad? Nem hallottam semmit. Nagyon nagy csövesnek kell az lenni, hogy alakja ezért. Lépés hangok. Akkor az enyém volt. Nem, gyerekek. Be lehet menni amúgy? Nem, de benézhetünk. De be van zárva? És talán van rajta riasztó. Be van zárva, de nézzünk be. Azért legyek én is a képbe. Nézd azért. Ne hagyj itt Ricsi egyedül! Na! Jó, ha már engem érdekel a dolog, hogy van erre. Engem is érdekel, csak vigyél engem előre, hogy én leszek a... Izé. Akkor menjél. Jaj, geci, menj már faszom, hogy minden egyes széknél megállsz, geci. Most így bejön. Jó, hogy menj. Mi? Most itt a képnél bejött volna valami arc. Gyere már, geci. Ricsi, ne hagyj itt. Ricsi, ne hagyj itt. Ne hagyj itt. Ne hagyj itt. Na jó. Hát. Sajnak az arcát, hogy befostam volna, de ott haltam volna meg. Jó, jó, az nem.